Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban egy 30 napos angol nyelvű kihívásra invitálak, tehát azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tanulj angolul szórakozva napi 30 percben, 30 napon át. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a videó leírásában nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát nézzük ezt az angol nyelvű kihívást. Tudom, hogy a december az mindenkinek egy nagyon elfoglalt időszak, ne ijedj meg, nem decemberben fogjuk elkezdeni, de talán január az egy kicsit nyugisabb a te számodra is, ugye ilyenkor már lement ugye a cégezárás, az ajándékvásárlási őrület és a rokonok látogatásán is talán túl vagy már, tehát a szilveszteri buli után, január 2-án, amikor már kipihented a fáradalmakat, nekivághatsz ennek a 30 napos angol kihívásnak a január hónap végéig. Ehhez a kihíváshoz egy nagyon-nagyon klassz és természetesen ingyenes weboldalt fogunk segítségül hívni, aminek az a neve, hogy newsinenglish.com. Tehát newsinenglish.com. Természetesen, hogyha lejjebb görgetsz, lent a videó leírásában megtalálod ennek az oldalnak a linkjét. Na most, mi ez az oldal? Ez az oldal naponta frissül, és minden nap van rajta egy-két új, érdekes, rövid hír a világ minden részéről. Ez az oldal kimondottan nyelvtanulóknak készült, tehát minden hír három különböző nyelvi szinten jelenik meg, a kezdő szinttől, ugye a level 1, a level 1-tól egészen a haladó szintig, ami ugye a level 3. Ezért azt lehet elmondani, hogy minden nyelvtanuló talál majd itt kihívást saját maga részére ezen az oldalon. De akkor nézzük a következő és talán még fontosabb kérdést, hogy hogyan is használd ezt az oldalt, tehát hogyan tanulj angolul ezzel az oldalon, ennek az oldalnak a segítségével napi 30 percben. Az első lépés, válasz ki egy számodra érdekesnek tűnő hírt, és válaszd ki a saját nyelvi szintedet. Második lépés, olvasd el ezt a szöveget, olvasd el ezt a hírt, és határozd meg a számodra ismeretlen szavakat és kifejezéseket ebben a pár mondatban. Harmadik lépés. Ezeket a szavakat és kifejezéseket, amelyek ismeretlenek a számodra, írd ki egy szótárfüzetbe. Nagyon fontos, hogy ne csak másold be egy Excel táblázatba, hanem vegyél a kezedbe papírt és ceruzát vagy tollat, és írd ki ezeket a szavakat, és aztán egy szótárprogram segítségével nézd meg és azonosítsd a jelentésüket. Negyedik lépés. Hallgasd meg ezt a hírt szöveges formában legalább kétszer, tehát legalább két alkalommal hallgasd meg ezt a hírt. Ugye említettem, hogy ez az oldal kimondottan nyelvtanulóknak készült, tehát a beszélő sebessége is egy kicsit lassabb, mint az élő beszéd tempója, de ez nem is probléma. Nagyon figyelj arra, miközben hallgatod, hogy koncentrálj azokra a szavakra és azokra a kifejezésekre, azoknak a szavaknak a kiejtésére, amelyek számodra ismeretlenek. Tehát ezzel is nagyon sokat tudsz tanulni, hogy meghallgatod a helyes kiejtését a számodra ismeretlen szavaknak. Ötödik lépés. Miután meghallgattad ezt a hírt, itt az ideje, hogy olvasd fel te is ezt a hírt hangosan, így van, jól hallottad, hangosan, tehát nem magadban dúdolgatva, hanem hangosan kiejtve legalább három alkalommal. Tehát te is olvasd fel hangosan ezt a hírt három alkalommal. Utána, hatodik lépés. Miután a hallgatással megvagy, foglald össze ezt a hírt, tehát mondd el röviden, egy-két mondatban, vagy több mondatban a saját szavaiddal egyik családtagodnak, hogy miről olvastál, hogy miről szólt ez a hír.
Tudom, tudom, most jön a következő probléma. Mi van, hogyha éppen akkor, amikor te gyakorolsz, nincs a közeledben senki, és egyetlen családtagod vagy barátod sem elérhető? Nos, ekkor sem kell megijedni. Egyszerűen ülj le a tükör elé, saját magaddal szemben, és úgy tulajdonképpen saját magadnak foglald össze, és mondd el azt, hogy miről olvastál abban a hírben. Majd, és most jön az utolsó, vagyis a hetedik lépés, a számodra ismeretlen kifejezésekkel, amiket már korábban kiírtál egy füzetbe, írj 5 mondatot különböző igeidőkben. Nos, hogy hogyan is néz ez ki, és mire gondolok, én kiválasztottam egy hírt, ami kambodzsai templomokról szól, tehát Temples in Cambodia, ez a hír neve, és a 3-as szinten található. Nem kell nagyon keresgélni, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor meg fogod találni ezt a linket. Arra kérlek, hogy csináld ezt a feladatot velem, tehát nyisd meg ezt a rövid hírt a linkem, és ha találni fogsz egy olyan szót ebben a hírben, hogy volunteer. Jó, volunteer. Ami azt jelenti, hogy önkéntes. Tegyük fel, hogy számodra ez a szó, hogy volunteer ismeretlen volt, nem tudtad a jelentését, megnézted a szótárban, és most már tudod, hogy azt jelenti, hogy önkéntes. Tehát írjál ezzel a szóval 5 mondatot különböző igeidőkben. Mondom az én 5 példamondatomat. A lot of volunteers work in Africa from all over the world. Sok önkéntes dolgozik Afrikában, a világ minden részéről. Ugye? Ez egy present simple, egyszerű jelen idei mondat. Második mondat. I worked as a volunteer in the countryside last year. Tavaly önkéntesként dolgoztam vidéken. Past simple, egyszerű múlt. Harmadik mondat. I was working as a volunteer when I met Sandra 2 years ago. Önkéntesként dolgoztam, mikor találkoztam Sandrával 2 évvel ezelőtt. Ugye? Ez már past continuous, tehát folyamatos múlt idei mondat. My brother has been working as a volunteer for 3 years. A testvérem 3 éve dolgozik önkéntesként. Present perfect, igeidejű mondat. És az utolsó. My brother will work as a volunteer next year. A testvérem önkéntesként fog dolgozni jövőre. Future simple, egyszerű jövő. Nos, ezzel a 7 lépéssel tulajdonképpen anélkül, hogy nagyon-nagyon megerőltettük volna magunkat, mind a 4 készséget gyakoroltuk játékos formában. Tehát terítéken volt az olvasás, a szövegértés, a beszéd és az írás. Ha minden jól megy és folytatod ezt a kihívást, akkor a hónap végére nagyon-nagyon sok új szóval leszel gazdagabb, amellett, hogy ugye napi szinten gyakoroltad az angolt, napi szinten foglalkoztál az angollal. Természetesen én azt remélem, hogy nem hagyod abba ezt a játékot a 30. nap végén, és bízom benne, hogy folytatod a kihívást, tehát az év minden napján fogsz majd az angol nyelvvel foglalkozni. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!